Többször megkaptam már azt a kérdést, és újra és újra előjön, hogy tök jó az a gonoterápia, meg hogy az immunrendszer erősítése, de mi van azokkal az embertársainkkal, akiknek valamilyen átültetett szervük van. Szív, vese, máj, jellemzően ezek szoktak lenni. Ugye ezeknek az embereknek folyamatosan valamilyen gyógyszert kell szedni, ami gyakorlatilag agyonveri az immunrendszerüket folyamatosan, hogy az ne támadja meg ezt az idegen szervet, és ne lökődjön ki. És az embereknek a fejében az van, hogy mivel a gonoterápia jó arra, hogy az immunrendszeredet csúcsformába hozza, akkor ez nyilván azt jelenti, hogy ezt elkezdi tolni, és annyira erősíti, hogy az immunrendszer utána már mindenkivel beleköt még az élőfába is. De ez nagyon fontos, hogy a gyógygombáknak a nagy része a ganodermára, ez mindenképpen igaz, adaptogén gyógynövény. Az azt jelenti, hogy otthat akkor és olyan mértékben, ahol amekkora mértékben és amikor erre szükség van. Tehát nem tolja túl az immunrendszert. Határozottan azt állíthatom, hogy lehet fogyasztani a DXN termékeit azoknak, akiknek átültetett szervük van. Ezzel nem fogunk nekik kárt okozni. És szeretném kihangsúlyozni, hogy én a DXN-nek a gyógygombáiról beszélek, nem akármilyen gyógygombáról, hiszen arról már beszéltem, hogy az termékei szinte 100% tisztaságúak, ebben nincsenek adalékanyagok. És soha nem a gyógygombák okoznak bármiféle szervi problémát, hanem az adalékanyagok, és vannak olyan gyártók, akik ugye olcsóbbak, meg mit tudom, én nem értenek esetleg hozzá annyira, nincs nekik 30 éves tapasztalatuk, mint a dx nek nincsenek akkora minőségi igazolásaik, amik mind-mind azt igazolják, hogy ez a cég nagyon tisztán dolgozik, és nagyon ért hozzá, Szóval azoknál a termékeknél lehetnek problémák, de az adalékanyagok miatt valószínűleg, és ott sem a gyógygomba miatt. Úgyhogy mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy ez nem kizáró ok, hogyha van, akinek van egy átültetett szerve, lehet használni a ganodermát, de nem úgy, hogy bemész, aztán leszeded a polcról, amit gondolsz, és elkezded szedni, hanem azért konzultálj valakivel, akiben bízol, és az akkor fog tudni neked olyat ajánlani, amit nyugodtan fogyatsz te is.